online vizsgaformák az egyetemeken. Sziasztok, Lukányos Ferencők, ez pedig a Logaritmus, és a mai részben arról beszélünk egy kicsit, amiről valamennyire már beszéltem, hogy korábbi adásban a saját személyes tapasztalataim oldaláról, most egy kicsit általánosabban, hogy milyen vizsgaformákat választanak a felsőoktatásba. A felsőoktatási intézmények ugye lehetőséget kaptak arra, hogy rektori hatáskörben újra nyissanak, hogyha így döntenek. Erre a reakciók változatosak voltak, de a legtöbb felsőoktatási intézmény úgy döntött, hogy nem nyit újra a lehetőség ellenére, sokkal inkább megtartja online a vizsgaidőszakot, és a különböző előre eltervezett online vizsgaformákat alkalmazzák. Nézzük meg, mik ezek, erről néztem egy kicsit körbe. Egyrészt ajánlom mindenkinek, az RTL Klub csinált tegnap erről riportot, hogy nekem is az ötlet, hogy kicsit beleássam magamat, amit az EduLine-on olvastam egy cikk keretében, úgyhogy ide teszem a linkjét az EduLine cikknek is benne az RTL Klub beányozott riportjának. Ezen kívül megnéztem egy pár egyetemnek a különböző közleményeit, szabályzatait, rektori döntéseit, és azt láttam, hogy nagyjából megtartanak egyrészt szóbeli vizsgákat, másrészt írásbeliket is. A szóbeli vizsgáknál a legtöbb egyetem úgy döntött, hogy ezt megoldja elektronikus hírközlő eszköz segítségével, tehát mit tudom én, Zoomon, Skype-on, stb. Teams-en, de az egy előírás, hogy a diáknak körbe kell mutatnia mondjuk a szobájába a felszólításra, vagy hasonlóak, vagy olvastam olyat a valamelyik eltés tanszéknek a honlapján, de szerintem az összeltés szabályzat is, azt hiszem, hogy lehet arra kérni a diákot, hogy vizsga közben is ezt megtegye, illetve hogyha felmerül a gyanú, hogy őt neki valaki segít, hogy ő valóban olvassa a válaszokat, vagy hasonlók, illetve ugye van olyan lehetőség, hogy a vizsgára beülhet más, ugye amikor bizottság előtti vizsga zajlik, vagy egyszerűen valaki szeretné, hogy ő objektívan mondhozzon a tanár, nyilván ez ugye van joga a diáknak, hogy megkérjen valakit, hogy beüljön a vizsgájára és nézze, hogy ő vizsgázik, hogy ugye kettő tanulót legyen azért mégiscsak. És ezt szintén például egy ilyen szabályzatban úgy szabályozták, hogy oké, ez rendben van, ez most is így van, hogy akár másik tanár, akár másik diák, akár bárki beülhet azokra a vizsgákra, ahol egyébként beülhetne amúgy is, és viszont nem lehet ott személyesen, tehát nem lehet egy légtérben a diákkal, tehát mondjuk neki is be kell csatlakoznia online a vizsgára, és ott kell megfigyelni a vizsgamenetét. Változóak a reakciók, hogy ennek mennyire örülnek, nyilván van, aki egyrészt úgy érzi, hogy neki az nagyon diszkomfortos, hogy neki egy olyan helyre kell menni a lakásra, amit meg kell mutatni az oktatónak, nyilván ahogyan van, aki azt mondja, hogy ő nem hív meg bárkit a lakásába, és most sem vágyik arra, hogy ezt körbe mutassa. De ugyanakkor meg ott a másik oldal, hogy így cserébe a kontaktusok száma az csökkenthető, és nem kell bemenni, vizsgázni, és ugye feleslegesen ez az állni, aminek azért is fontos, tehát nagyon sok kollégista diáknak, hogy ki kell költözni a kollégiumból, és most nem tudnak olyan könnyen visszajönni, tehát nem azon, hogy itt vannak, vagy a külföldi oktatóknál ez még drasztikusabb, hogy ugye a koronavírus ideje alatt hazamentek, és nem tudnak olyan könnyen visszajönni, nekik ez egy csomó plusz munka, tehát mindenki, vannak olyan diákok, akik nem tudnak személyesen megjelenni a vizsgákon, és ha már nekik lehetőséget adunk az online vizsgázásra, akkor az az esélyegyenlőségi helyzet, hogyha akkor ezt másoknak is megtesszük. Az írásbeli vizsgák azok pedig ilyen nagyon változatos e-learning rendszerekben vannak. Ugye egyébként ugye, aki nem tudom, tanultam online Crest vagy más hasonló dolgot, az látja, hogy ezek így működőképes dolgok, hogy teszteket, negás dolgokat írhatunk online, sőt, mi is ugye ezt csináljuk a valamilyen szempontból a digitális oktatásban. Sokan használnak Redmentet például, vagy a Teams-nek a Forms rendszerét vizsgáztatásra, vagy pontosabban a közoktatásban, ott mondjuk hívjuk ezt dolgozatiratásra. De hogy ezeknek ugye vannak ilyen profi változatai, ami kimondottan felsőoktatási célra vannak optimalizálva, ugye például a Canvas egy ilyen rendszer, vagy ilyen rendszer például a Moodle is, és ezeken keresztül zajlik vizsga. Persze olyat is hallottam, hogy azért van olyan felsőoktatási intézmény, ahol pont azt mondták, hogy meg volt tervezve, hogy oké, meg lesznek a vizsgák Moodle rendszeren keresztül, de aztán azt mondták, hogy most, hogy már lehet más, hogy ezt inkább visszavonták, és mégis be kell menni megírni az írásbeli vizsgákat. Ugye az írásbeli az egy fokkal nehezebb szerintem, mint a szóbeli. Tehát én szerintem a szóbelinél kicsit könnyebb garantálni azt, hogy ne lehessen jobban csalni, mint egy rendes vizsgán, tehát hogy úgy rendesen, hogy személyesen elétet igényelni. Az írásbeli az egy talán egy kicsit nehezebb. Például amikor sok diák egyszerre vizsgázik, az nehezebb azért például szemmel tartani. Úgyhogy nagyjából dióhéjban ezeket láttam én, ahogyan körülnéztem a különböző egyetemeken. Ti is írjátok meg nekem a tapasztalatokat, vagy írjátok meg kommentben, vagy hasonló. Ti mit hallottatok különböző helyeken, hogyan zajlanak most a vizsgák, be lehet-e menni, vagy nem lehet bevenni egyetemre az egyetemre, továbbra is zárva vannak-e az egyetemek. Ennek most nem néztem utána, a riportban hallottam, hogy a sottére mondjuk be lehet menni a gyakorlati
mindenképp gyakorlati személyiségletet igénylő vizsgák miatt, de másrészt mert meg azt mondtam, hogy mindig teljesen zárva vannak, inkább a biztonság kedvéért, úgyhogy ebbe szintén változ a gyakorlat, de ennek most nem jártam úgy utána. A következő alkalmakkor kicsit ilyen humánosabb témák, ennek kultúra, emlékezet, politika, hasonlókról fogok beszélni a következő adásokban a héten. Tartsatok velem, iratkozzatok fel a YouTube csatornára, és lájkoljátok a Dukán Erzsfrancz Momentum Facebook oldalt. Sziasztok!